Halló! Egyébként tudod, hogy ezeket a megalitokat, ezeket miért helyezték ilyen pozíciókba? Ez a szabad energiáról van itt szó. Uh-huh. Stonehenge, meg ezek óriási nagy energiaizék, placok. Ezeknek a köveknek ugye több mint 3500 éves a történelmük itt, és nem csak itt, nagyon sok van mindenfelé felállítva. Ezek asztrológiai időjárás szempontból mind-mind értelmesen itt állnak, tehát a helytörténeti szempontból ezek nagyon fontosak. Azért olyan helyen járni, aminek 3500 éves múltja, jegyzett múltja van, azért az nem rossz. Ott is ott van egy ilyen jelölő annál a kőnél. Csak jó lenne tényleg valami pontos leírás, hogy ezek a nagykövek nem véletlenül állnak itt, hanem ennyi évezreddel ezelőtt szándékosan vannak itt elhelyezve, úgy ahogy. Csodálatosan szép a Rajna szakadék. Ez a része. Ez itt Lax, ott van Lax a tóval. És a kedvenc hegyem, a Krab Maca, ami most épp felhőben van, nem látszik. Hóhatár. Hát az eddigi tapasztalatok alapján én így, ahogy tudom, hogy ott vannak a hófogók az Alpmorán, az 2000 méter, az alatt pedig, ahol vége van a fahatárnak, az olyan 1800 méter, úgyhogy most a napok esőzései után is 1800 méterre mondható, hogy hóhatár keletkezett. Hát erre kell menni? Nem látom? Nem. Ja, de látom. Erre még nem jártam azért. Erre is, hogy jártam. Szép mély repedés. Pazar, pazar. Nagyon közel van, ott van ez egy pálasa. Látom. Ott egy kakuk. Nem látszik, de azon a fán ott a kakuk. Mennyi ilyen lók van itt a sziklák, ezek mind színűen érezték, nem? Egy kicsit azért barlangból bejösen a... Mert az állatok is tudnak közlekedni, ha látok valamit, nem? Szállapból nem minden. Beszélgetnek a fák. Thank you.
ilyen vésett kövek egyébként. Vannak még arra Auxerre-Ferrara felé is. Látok. A kamera mit lát, az a kérdés. Mi élősködőként így fákon gyakorlatilag szárazra szívja. Aztán jól elintézik a fát. Természetesebb szép gyógyszer. Nagy maggal a közepén. Nincs jelentősége az ízének, tehát nem egy ízletes bogyó, de egészséges nem. Nem a legszebb hely a dombon, de legalább a legteteje. Hát ugye el kéne jöjjünk majd hálózsákozni egy éjszaka, aztán hát így látnánk lidérc lángokat, vagy futnak az erdőben, jönnének a druidák, aztán csinálnak a szertartásokat. De jól látszott? Megfilmeznénk őket. Jó. Google Lens azt mondja erre, hogy inkább ilyen szakázúzma, amit valószínűbbnek tartok, mert ja, mert nem ugye zúzmó fáról nő. Mert ez szakázúzma. Jó, meg azt mondtam. Ó, de tök jó. Na. Akkor megfogjuk. Faszabicskám van azért, nézd meg. Azt a... Ez itt a szerát része, tehát a szerát engem, ugye ez a fele más. Igazából az ilyen vésős nevű, de ezt arra találták, hogy ilyen nagyon gyorsan valamit lengyesni, lefaragni, tehát hogy érted, fűrészelni. Én nyárt csapusítni valami. Át kell vágni, és ugye a kis pengét akarod tompítani, akkor
Én azt nem szeretem. Erről beszélek, tehát hogy itt ilyen fűrészfogas a vége, és itt az eleje meg ugye a vágó felület. Nem nagy tőrököni, ekkora izé cikcakok vannak. Az mi a fasznak kell? Hát a nagy tőrön felül a cikcak az... dísz. Nem biztos megvan az értelme, mert általában ugye ezt... De kötele tudsz azzal tönkretenni, másra nem. Hát... nagyon nem, mert abba is beleakad. Tehát hogyha még egy éles fűrészes rész lenne, megértem, de... amúgy... aztán... konkrétan mire, azt nem tudom. Fogunk mindjárt kávét főzni, de előtte meg kell hozzáenni a joghurtot, mert poharat nem hoztuk. Okosak vagyunk nagyon. Van minden, serpenyő, kolbász, lehet sütni. Gázom. Hát akkor én is kipakolom, ami most egyelőre nem kell. És amíg megfül, megesszük a joghurtot. Kevesebb is egyébként a sok neki. Szerintem elmegy a melegben. Aha, nagyon jó. Egyébként is nagyon jó. Ugye most nem disznók perzsel. Ezt a bőrt én raktam már rá, mert eléggé csúszós. Hát csúszós, ja. Mert ugye nagy a kezem, 9,5 cm széles tenyerem volt. Jó, ez mondjuk nem arra való, hogy nem annyira élettartós. Ez csak ilyen kis gyorsan valamit így nyesegetni róla, és kéznél, hogy nem. Tehát nem teljes markolat, az olyan három éves. Ugyanaz, csak az egyik. Csak egy másik ezt is csak. Hát én ezt a csatállát választom. De ha az a kedvenced, akkor... Nem mondtam, hogy választasz. Jó, még ehhez is ehhez. Nem, a tetejéből csinálok. Jó, hetele járt. Hét jó. A napon fölforraljuk, és akkor... Mert direkt azt már mondom, mielőtt beleittem. A napon föl lesz forralva. Hú, te milyen szívecskés ide ez. Ez itt ragadt rá? Nem, mert ragaszkos volt az alja. Akkor fogdostam már, észrevettem, hogy fizunk be itt. Ez szívecske van rajta. Gyerekek ráragasztották biztos. Ja. Már jön is a kávécskácska. Tamás erősen dolgozik a következő adásban. Láttad azt a filmet, hogy Manitou bocskora? Manitou. Hát abban van, hogy leülnek és így csöndben vannak, ott osolnak, lopakodnak, és akkor ombre, csinálj kávét, és fickó nekiáll darálni a kávét. És egy ilyen marha hangos nyiszok rotyog az egész érten. Nyugodtan fős meg, annál kevesebb lesz, mindig kevesebb. Nem mondod. Azt hittem, hogy ez így felszaporodik ilyen. Hát a második menet. Hallod? Most már május van, tehát április végéig volt tilos kimenni az erdőbe, vagy fölmenni a hegyre. Kinek volt ez tilos? Hát az útról nem szabad letérni, mert ugye... A Wildschutz mi a jó? Tehát ugye vad védelmi terület. És most már viszont szabad. Ami azért jó, mert hogyha jönnek a tényleg jobb idők, akkor föl tudunk menni a hegyre. Egy jó eldugott helyen, amit most már kitapasztaltunk, akkor felépítjük a tábort. Yeah.
melyik srác? Ez köröket csinált a bringájával. Ki az erkére, aztán a konyhába megint be, nappaliból ki, erkélyen át. Tudod, így körözött a bringájával. Mert nem vetett ki az utcára Olaszországba. Ja. Jó, mondjuk van ilyen mókás felvétel is, hogy fickó a fűnyírót a motor után kötötte, és az udvarba azzal körözött. Beindított a fűnyírót, és úgy ment az udvarba. Hát ez az, hogy az emberi kreativitás ilyenkor jön, amikor van ideje kreatívnak lenni, amikor van valós szabad ideje, úgy, hogy tényleg nem az jár a fejében, hogy úristen, időhöz van kötve, mert a mókus kerékbe kell megint visszaállni napról napra. Ezáltal is szerintem. Jó, hát van, aki megmarhult, tehát olyan irányba megy el vele, hogy akkor... Kreativitás rossz. Jó, de az mondjuk irányba. Intelligencia kérdése megint. Viszont a legtöbbet ugye meg lehet nézni, hogy ahogy mondtad te is, hogy otthon sütöget, vagy akadálypályát épít, vagy milyen ötletes dolgokat találnak ki az emberek így, hogy együtt vannak, családjukkal vannak, vagy tök mindegy, hogy milyen állapotban vannak éppen, de mégis látszik, hogy kijön az emberi énjük, ami a jobbik. És az a föltaláló én, az a nem besüpped az anyagba, hanem kiemelkedik abból, és fölül kerekedik, és kihasználja a helyzetnek a jó oldalát, a jó tulajdonságait. Pontosan pozitív dolgokra váltja be az idejét. És ezáltal is van szerintem az, hogy elkezd az ember utána kérdezni dolgoknak, amiről kevés információt tudott gyűjteni eddig, mert nem jutott rá egyszerűen idő, vagy nem fordultak meg a fejébe ezek a gondolatok. És elkezd resersálni, utána kérdezni, hogy ez miért van így. Igen. Nagyon sok ember felébredett szerintem most ez alatt a két hónap alatt. De hát erről tudjuk is, hogy most ugye egy ilyen nem kis változáson megy át az egész földünk, és ehhez mondjuk nem egy ilyen járványügyi helyzet kellett, mert ez nem kellett hozzá, ez megtörténne anélkül is. Igen. Viszont ez most egy vizsgázás az emberiség részéről, egy úgymond kiválasztás, egy kiválasztódás is, hogy akik kreatívak és elég értelmesek, azok ugye megmaradnak és föltalálják magukat, úgymond életképesek. Hát, mint a természet is ugye kiválasztja magából a gyengébet, ugyanúgy az emberiségben is most egy kiválasztás történik, és ez már inkább mentális szinten, mint sem, hogy az életben maradás kérdése. Ugye életben maradást megmentjük a gyengéket is, tehát életben tartjuk azt, akiket a természet önmagától már kiválasztott volna. Mondjuk úgy, hogy elpusztult volna, ugye, aki gyenge, de a technológiának, a fejlettségi szintnek köszönhetően életben lehet tartani. Ennek ellenére nem mondom azt, hogy rengeteg sok életképtelen létforma, ez legyen akár ember is, nem egy fantasztikus, vagy nem egy arra méltó egyén lenne. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy Stephen Hawkingot nyilván senki nem tartotta volna életben, egy-két századdal ezelőtt meg se próbálták volna nyilván, mégis a világ egyik legfantasztikusabb elméje volt. Tehát itt most nem erről van szó. Most arról van szó, hogy szerintem egy ilyen szellemi ébredés van. Nagyon erősen kibontakozóban, és ennek a megnyilvánulásai már tetten érhetőek. Köszönhetően ugye a közösségi hálóknak, az internetnek, egyéb megosztó felületnek, ahol a nagyon sok szemét és tartalom nélküli adat mellett, amit elég... Dezinformáció mellett lehet, igen. Lehet nagyon sok arra érdemes tartalmat is találni, ami azért nem egy utolsó szempont. Sőt, példát lehet venni, nagyon sok értékes dolog van, ami példaértékű és követhető. Hát ezeket kell felkeresni, felfedezni, mert ugye ezt a csodát, ezt az internetet, ezt lehet tanulásra használni, lehet fejlődésre használni, lehet butulásra is használni, és nagyon-nagyon gyötrelmes, fájdalmas, gyors leépülésre is lehet használni. Hát ki mire használja? Én személy szerint inkább az első változatot támogatom. Azt, hogy tanulni. Mindegy mit.
mindegy mit, ami, ami hát érzésem szerint egy, egy jó irányba mozdít el. Tehát a null ponttól a pozitív, a jó irányba tol el, ami, amivel tudást szerzel meg, amivel magadat építed, amivel magadat egy olyan emberré teszed, ami az addigi énedhez képest egy, hát nyilván mindenki a saját mércével, nem más mércével, de a korábbi magamhoz képest úgy érzem, hogy jobbá váltam, vagy több tudást megszereztem, ami, ami hasznos. Tehát mindenképpen ezen van a hangsúly, hogy, hogy építő jellegű tudást megszerezni. Viszont az ilyenfajta fejlődéshez szerintem a legfontosabb dolog az öntudat. Úgy működünk, mint a robotok, és nem saját magunk gondolkozunk, hanem csak egyszerűen mindent megzabálunk, meg emésztünk, amit kapunk, és nem a saját kívánságunk szerint öntudatban élünk, meg gondolkozunk, meg cselekedünk. Akkor irányítva vagyunk, hogyha ezt nem így tesz. Akkor egyszerűen minden úgy működik, ahogy, ahogy nem kéne, ahogy ez egész digitalizáció, ez szerintem hát nagyon a robotolásra törekszik, érted, hogy igen. Lebutítsa az embernek a agymozgását, meg az agy funkciójait. Igen. Ezáltal az öntudat is nagyon... Hát tompul, sérül. Sérül és tompul, pontosan. Mert amennyire hasznos a technikai fejlődés, annyira visszaszorítja az úgynevezett, legalábbis szerintem az én meglátásom szerint, az érzelmi intelligenciát. Igen. És az az empátia, amit igen, tehát pontosan. Ezzel a szóval empátiaként ismerünk, az érzelmi intelligencia, mert ugye nem elég a tudati intelligencia, na, ezt most jól megmondtam, a szellemi, tehát a tudás, a megszerzett tudás intelligencia, nem az érzelmi intelligencia. Ennek a kettőnek az egyensúlya nagyon-nagyon erősen meghatározza egy embernek a képességeit, a karakterét, a felépítését, hogy milyen emberként tud a világban lenni, létezni, és ez miként szolgál. Mert ugye lehet két irányba szolgálni, csak a szolgálaton van a hangsúly, hogy mit szolgálsz vele. Mert ugye, hogy egy nagyon-nagyon régi példát hozzak föl, több ezer éves példa, ez még annak idején ugye a nagyon tanulságos eposz, óriási eposz a Mahabharata, Krishna és Arjun beszélgetéséből, mikor Krishna elmagyarázza, hogy hogy épül föl az ember. Ugye 24-25 alkotója van az embernek, és a legfőbb alkotó benne a lélek. De maga az ember, maga a test, ez a csodálatos létforma, ezt úgy képzeljük el, mint egy szekér. Hogy a lélek benne az utazó. Tehát mit kezdünk ezzel az egésszel? De hogy a testen keresztül történik a megtapasztalás. És ugye milyen irányba kezdünk el szolgálni? Kit szolgálunk vele? Hogyha magát a létező teremtést szolgáljuk vele, egymást, az embereket, és itt megint ugye a közösség erejéről is szó esik, akkor egy jó irányba haladunk. Hogyha ez ellen vagyunk, és önző érdekre, hát ez egy valamilyen fehér korvet volt. Igen. Tehát, hogyha önző érdekre használjuk fel a megszerzett tudást, tapasztalatot, stb., akkor bizony a becstelenség a következménye. És valaki minél becstelenebb, annál több gonosz tettet hajlamos elkövetni. És egy idő után annyira belekerül ebbe a spirálba, hogy szinte lehetetlen belőle kikerülni. Tehát azért érdemes időben eldönteni, hogy az ember mit kezd ezzel a megszerzett tapasztalattal, tudással, mit szolgál vele.
milyen irányba kezdi el felhasználni, és hogyan fejleszti az érzelmi intelligenciáját. Tehát van egy olyan példa, hogy az egyik fél azt mondja, hogy a szeretet a ragaszkodásból fakad. És erre mondja, hogy nem, a ragaszkodás az önteltségből fakad. Mert a szeretet azt mondja, hogy a gyermekem mindent megkap a teremtőtől ezen a világon. És büszke vagyok arra, amit elér. Még a ragaszkodásból fakadó önteltség azt mondja, hogy mindent megadok a gyerekemnek, és büszke vagyok magamra, meg büszke lehet rám azért, amit elért. És ez ugye rossz, helytelen. Nagyon-nagyon tanulságos beszélgetések vannak olyan formában, ami örök, és nem véletlenül. Ebben az eposzban. Mert minden emberi tényezés, minden emberi karakter részt vesz, és jelen van, és a történések is, ahogy alakulnak, ez mind tanulságos szolgál, bőséggel a ma és az elkövetkező korok társadalmainak egyaránt. Nemzetiségtől, nyelvtől, bármitől függetlenül. A szeretet az együttérzésből fakad. Így van. A szeretet az együttérzésből. Ha együttérző vagy, az azt jelenti, hogy elfogadod a másiknak az énjét, tehát az ő természetét, az ő lényét, ő úgy, ahogy van, elfogadod mindenestől. Nyilván van a közös kompromisszum is, de az szeretet. Amikor hagyom a másikat lenni annak, akinek ő önmagát megvalósítani kívánja. A ragaszkodás pedig az önteltség. Amikor mindent meg akarok adni, hogy büszke lehessen rám. Megpróbálok nem hanyatesni, ez jó lenne. Búznak a tehenek. Tényleg. Érdekes, jó pofi hely. Azért ez a hely, ha mesélni tudna, több ezer év. Itt is. Szerintem ott összeszűkül a résél. Hát van. Hát ott összeszűkül. Nincs tovább. Nincs. Itt van egy ilyen véset, amiről nem tudják megmondani a keletkezésének az idejét. Hát ez fával, nem kőbe. Ez fával, de a kőbe. Ez az. Azért van üveglappal lefedve, hogy... Hát meg hogy védve van, ugye. Nem ma keletkezett ide. És ennek a másolata az itt van. Hát ugye ez egy ilyen
nem tudom, mi akar lenni. Ki mondja, hogy ez nem 200 évvel ezelőtt, 10 év nyomped egy. Ez az, hogy nem tudják megmondani. Mindenkor lehet, ez lehetett. 50 évvel ezelőtt. Bármilyen korban lehet. Ez inkább a gyerekek, akik itt játszottak, tetszett nekik itt játszani. És ezért vésték ide, hát több mindent lehet feltételezni erről, de igazán az megmondani. Na le is értünk? Persze. A tesó akkor a túloldalra kell látni. Egy picit megpróbálom benne, nem nagyon látom, hogy jóba mutatok. A pici a kijelző, de azt mondom, hogy igen, ott. Tehát az ujjamnál az ott a ringás pic, hegycsúcs, 3200 valamennyi, és hogy arra hajnal 5-kor érdemes fölmenni nyáron, és onnan föntről megnézni a nap felkeltét, ugye arra van kelet, tehát abból az irányból. Na jó, de hát az... arra... Nem kifogásokat keresek most. Ja, nem kifogásokat? Jó, menjünk most, igazad van. Na, hogy gyerünk. Sátor én menjünk valahogy. Persze. Igen. Csömle az nem lesz elég. Nem. Meg van itt kőzetek. Ki? Meg, amit nézzük meg a hallod, ha csak ugye nem szabad, mert itt jó lenne egyet drónozni, hogy föntről milyen formát adnak ki a kövek. Az elhelyezkedésük hogy van értelemszerűen fölépítve? Ezek csillagképek. Is. Több minden, nem tudom, kéne a pontos leírása, csak az interneten van. Igen? Sok közük lehet a csillagoknak a állásához. Hát elég valószínű, hogy értelmesen építették föl, mert mindent ugye a csillagokhoz tájultak értelmes esetben. És mondjuk szedjük össze, mielőtt a tehenek megeszegetik. Út mellett is folytatódik ugyanúgy ezeknek a köveknek ugye a sora. Erre egész végig ott az a nagy, azok, ezeknek mind értelme van. Én, hogyha kikövezek egy utat, akkor azt szépen sorban csinálom. Mit találtál? Rigmadár. Mit mondasz? Jaj, hogy mondja. Fogja a csőrébe a kis elemózsiát és duál. Aha. De az? Az. Ez mind napelem. Szoktak ilyen kis időkapszulákat csinálni. Például itt is ez. Hát itt van egy ilyen kulcs, fölakasztva, de csak így. Itt a... Hopsza! Mók is. Lájtettem a mókit. És akkor ide jössz, fogad a kulcsot, és szépen megnézted. Kinyitod, légy szíves. Addig videózom, hogy mit találunk benne. Persze, szépen megkérlek. Visszatettem csak. Tudod, mennyire fáj, hogyha valakit bokárúgnak csinál csak. Ja, ezt meg most találtuk, ugye. Természetesen itt a fűbe a Red Bullos dobozt a fűbe, ahogy az kell. És ha minden igaz, ebben mi 2 éve... Hopsz. Van benne elvileg egy matchbox, egy autó. Nem, hanem ez valakinek egy ilyen jó kívánság volt a házasság kötése alkalmával. Igen, az a not, ez még mindig ugyanaz. Jó, az elejére lapozva? Akkor ott? Ja, logbook. Gabriel és Marcel. Olaszok. Olaszok?
De ez már nem az első ilyen, amit találunk, tehát hogy így ott van, csak így az erdőben is meg lehet nézni. Ja, jó kívánságokat lehet benne. Ja, jó kívánságokat. Meg aztán itt vannak ajándék. Mondom, annak idején, ha jól emlékszem, ebben volt egy ilyen matchbox. Megnézzük, mi van benne. Kis autó. Kajdlót azt már látom. Egy ilyet én is találtam, mama. Most nem rakunk be neki. Hát itt két kajdló van, igen. Két darab műanyagocska. Nem tudjuk, hogy mire jó. Lehet, hogy a matchboxnak az ablaka. Az ablaka, igen, tényleg. De még a képek megvannak két évvel ezelőttről, amikor még benne volt az autó is. És akkor itt áll rajta, hogy ami otthon zavar, az zavar az erdőbe is. Vagyis hát a természetbe. Ja. Hogyha ott rendetlenség van, és szavar, hogy mindenhol rendetlenség van, meg szemét a földön, akkor a természetet is ugye szavarja. Mi lehet? A felpattintós. Mi ez? Teli van levegővel. Ja, de az amúgy mi lenne? Heidelandba vettek. Heidelandba. Valaminek a tartója. Viszont azt akarták, hogy ne legyen nedves. Jó, visszaraktad a mókust, hallod? Nem akarom tudni, hogy miért húztad rá, vagy mit húztál rá. Hát az volt az egyetlen. Gyors. Tudhatod. Na, szóval jó pofi dolog. Ha valakit érdekelt, hogy milyen érdekességek vannak Svájcban, ez is egy ilyen érdekesség, hogy el vannak helyezve ilyen kis időkapszulák, meg vannak különböző játékok, mint a geocaching. Az, de annak az meg... érdekesebb számunk. Ja, ja, de annak megfelelően van még egy másik, ahol hasonló módon keresni kell egy kijelölt erdőterületen, és történeteket rak össze, tehát ilyen mesét. És már így végig jártunk mi is egy ilyen kis ösvénykét, és összejött belőle egy ilyen történet, hogy itt ez történt ezzel a szereplővel, amúgy az, de általában ezek ilyen, mind ilyen természettel kapcsolatos, tehát ilyen törpék, meg tündérek, meg ilyen jópofa kis mesék.